Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szedlecsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Nagyon nem. És mi baj van a jelenlegi világgal? Reggel hallgattam ezt a Balázséknak a reggeli műsorát a rádión, Sebestyén Balázséknak is, és arról beszéltek, hogy ilyen kapuzárási pánik, meg mondtak valami új kifejezést. Életközepi pánik, vagy valami ilyesmi. Igen, valami életközepi pánik, vagy valami ilyenekről beszéltek. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy mi okoz ilyen dolgokat. Ugye ott beszéltek mindenről, hogy olyan az élet közepe táján jönnek rá az emberek arra, hogy valamit változtatni kellene, már nem úgy működnek a dolgok, ahogy előtte, stb. És hát ugye emiatt, mit tudom én, sokan lecserélik a párjukat, hogy más legyen, vagy valami olyan dolgokat találnak ki, aminek igazából nem sok értelme van. Nem sok értelme van. Tehát ugye volt arról szó, hogy sokan addigra felnevelik a gyerekeket, vagy még nem nevelték föl teljesen, de már nagyok, és sok gond van vele, ezt meg a izé okozza, a sok internet. Igen. És mindjárt visszakapcsolom. Kérdés. Valakinek a wifi-je. Jó, tehát, hogy az emberek ugye az addig életüket, ugye rájönnek már, hogy mit tudom, idősödnek, beszéltek arról, hogy ugye elkezdenek félni attól az öregedéstől, meg a haláltól, meg stb. És akkor ilyenkor ilyen pánikszerű dolog van az emberekben, de ez nem jellemző az olyan társadalmakra, de erről nem volt szó, és most csak én mondom, nem jellemző az olyan társadalmakra, ahol ugye nem anyagi világ van, hanem ugye a szellemi fejlettségük az embereknek jóval magasabb szinten van, mint itt mondjuk Európában, vagy Észak-Amerikában, vagy a világ egy fejlettebb részén. Tehát mert ugye az emberek azt gondolják, hogy ugye miből áll az élet, ami itt le is van írva, ebből, hogy ugye minél tovább túlélni, tehát ugye az öregedés az azt jelenti, hogy közeledik a halál, már az életük felén túl vannak, stb. És akkor ugye elkezdenek pánikolni, akkor ugye mit csinálnak, pótcselekvéseket csinálnak az emberek, pénzköltés, minél több pénzt keresni, minél több pénzt költeni, hogy a pótcselekvésben kiéljék magukat. Tehát, és ez létrehoz olyat, hogy most gondold végig, mit tudom én, beszéltek arról, hogy már a szex sem úgy működik ugye a pároknál, mint régen, ezáltal ugye ráunnak a párok egymásra, és mit tudom én, a férfiak keresnek ilyen 40 évesként ilyen 20 éveseket, vagy 40 fölötti korban 20 éves lányokat, és ilyen témáról volt szó.
de igazából ugye megoldást nem adtak, csak ugye felvetették ezt a témát, és elég sokáig beszéltek erről, meg nyilván írtak a SMS-eket, meg egyéb dolgokat, meg a chat falra írtak ugye az emberek, a hallgatók, de ugye megoldás nem volt. És akkor ugye elgondolkodtam ezen a dolgon egy kicsit, hogy ez mind annak a következménye, hogy ez igazából az embereknek fogalmuk nincs, hogy mi az életük értelme. Tehát fogalmuk nincs, hogy mi a küldetésük, miért születtek. Hát ugye ha tudnák, hogy mi a küldetésük, miért születtek, akkor nem lenne ilyen pánik. Nem kezdenének félni a haláltól, érted? Nem lenne az, hogy minél több pénzt költeni, hogy abba kiéljék azt, hogy nem tudnak magukkal mit kezdeni, már ráunnak addigra a munkájukra is, már azt sem élvezik. Tehát ugye a legtöbb ember például kitanulta a szakmáját, aztán egy pár év után ráunt a szakmájára, mint például én is annak idején. Van, aki el se kezdte, például az osztálytársaim nagy része el se kezdte a szakmát, amit kitanult. Szóval gondoljátok végig csak magatok példájáról, hogy mondjuk azt a tevékenységet, amiben elkezdtél pénzt keresni, mennyi idő után untad meg. Hát én nekem kellett egy ilyen 7-8 év, 9 év, és tényleg ráuntam, és azt mondtam, hogy elegem volt belőle, és váltani kell. De a legtöbb ember nem tud olyanra váltani, ami ne unna meg. Miért? Ugye mert nem elég érdekes a dolog. Tehát most gondold végig, mit tudom én, éppen volt kint nálam ma egy mosógépszerelő, ilyen garanciába javították a mosógépet, annyi a baja, hogy nagyon mozog kezdetektől, és ugrál, szó szerint. De ugye velem korabeli a mosógép szerelő. Nem a mosógép, hanem a mosógép szerelő. És úgy gondold végig, hogy mit tudom, hány éve lehet mosógép szerelő, ugye kitanulta a szakmáját, hány mosógépet megjavíthatott már az életében, vagy akár bármilyen más háztartási eszközt. És hát ennyi idő után mi lehet benne a szépség, érted? Most tudom én, az egyik mosógép hasonlít a másikhoz, tehát nagy változatosság nincs benne. Szóval mi lehet az, amit ne unna meg az ember, hogyha sokáig csinál, ami unalmas, tehát ami nem változatos, tudod? Tehát amiben nincs változatosság. És ugye én most már 87 óta foglalkozok emberekkel, számoljatok ki hány éve, 36, akkor 90-es évek, 93-tól vezetek embereket, 91 óta van saját szervezésű csapatom, és hát ugye bármit, amit az ember csinál, gondold végig, megunhatja, mert nem változatos. Tehát nem változatos. Tehát nincs benne kihívás. Vagy rendszeres kihívás. Az embereket is meg lehet unni, ha mindig ugyanazok. Érted? Hogyha ugyanaz, az emberek is ugyanaz, mint az egyéb dolgok, hogyha nincs benne változatosság, akkor lehet, hogy egy idő után ráun, mint ahogy ráun az ember a reggeli műsor alapján, ugye, ahogy elmondták, a párjára. Érted? És utána keres másik párt. Tehát gondold végig, ha az ember ráun a párjára, akkor vadidegen emberekre még könnyebben ráun, nem? Tehát ezáltal ugye az emberek keresik az ilyen pótcselekvéseket, ha megnézed az egész világon, amit mi ismerünk azon a részén, a világ azon részén, mert fogalmuk nincs, hogy
mit kell tenni, hogy ne unjanak rá. Érted? Tehát lehet, hogy mit tudom én, azt mondják, hogy arra nem unnák rá, hogyha mondjuk állandóan utazhatnék, nyaralhatnék, üdülhetnék, stb. Stb. És nem azon a helyen, hanem mindig máshol. De hát oda meg gondold végig, akkor nagyon gazdagnak kell lenni, mert iszonyú sokba kerül. Érted? Tehát, de legalábbis elég jó módúnak kell lenni, és ráadásul olyan jövedelemmel kell rendelkezni, amilyen nem kell dolgozni, hanem jön magától. Érted? Tehát, amit ugye sok ember azért nem tud megcsinálni a bolygón. Szóval gondold végig, hogy egy olyan világban élünk, ahol az emberek azért, mert megunnak dolgokat, megunnak helyzeteket, megunnak eseményeket, embereket, stb., ezért helyettesítő dolgokba kezdenek. Tehát most gondold végig, mit tudom én, valaki egy generációval fiatalabb pár talál magának, ugye arról is volt szó, hogy mit tudom én, ilyen középkorú hölgyek fiatal srácokkal kezdenek, akkor középkörű férfiak fiatal lányokkal kezdenek, tehát ami azt jelenti, hogy kellene nekik ugye a változatosság. Tehát ugye miért csinálja ezt az ember? Mert nagyon egyszerű, mert ráun dolgokra. Gondold végig az életedben, hogy hány dologra, vagy bármi másra, emberre, akárkire untál már rá. Hát ha valaki párt cserélt, akkor tudti, hogy azért, mert már ráunt az előzőre, valamilyen oknál fogva, hold biztos, ha nem untál volna rá az előzőre, akkor nem cserélted volna le az előző párodat. Világos ez? De ugye ez kölcsönös, mert lehet, hogy a másik is rád unt, tehát ebből a szempontból most mindegy, részletkérdés. De gondoljátok végig, erről szól a történet, hogy az emberek ráunnak dolgokra, ráunnak emberekre, az autóját is azért cseréli az ember, mert megunja, érted? Van, akik azért költöznek el, mert megunják ott, ahol laknak, stb. Stb. Tehát mit tudom én, azért cseréled le a ruhádat, mert megunod, érted? Mindent az ember fogja, és egy idő után hajlamos arra, hogy megunja. Ez egy emberi tulajdonság, semmi gond nincs ezzel, ha az ember tudja, hogy van egy ilyen emberi tulajdonság. Csak ugye az a gond, hogy most akkor gondold végig, akkor azért kell dolgozni, hogy mindig, tehát amire ráununk, ahelyett legyen valami új, ez az életnek a küldetése. Mert akkor ezek szerint ugye a legtöbb embernek ez az életének a küldetése, hogyha valami ráun, akkor megtehesse azt, hogy lecseréli, nem? És az most tök mindegy, hogy kiről van szó, vagy miről van szó, érted, fogja, és hogy lecserélhesse. De hát ugye ahhoz, hogy az ember ezt megtegye, hát elég más életet kell élni, mint amit a legtöbb ember él. De akkor is azt tudnám mondani, hogy az egy pótcselekvés. Hát gondold végig, pótcselekvés. Ugye beszéltem a hétvégi rendezvényünkön a pótcselekvésről, ha visszaemlékeztek, úgyhogy most nem akarok különösebben beszélni a pótcselekvésekről. Egyébként a pótcselekvésekből alakulnak ki a problémák. Akkor is elmondtam a hétvégén, most is elmondom, hogy a pótcselekvésekből problémák alakulnak ki, mert a pótcselekvés az nem cselekvés, hanem pótcselekvés. Ami azt jelenti, hogy valami értelmesebb helyet csinálod. Na most gondold végig, valaki mondjuk ráun a párjára és lecseréli a párját, ugye nagyon sokan így működnek, hogy egy mit tudom én hány év után ráunnak és lecseréli, hát gondold végig, mennyi vesződtség, mennyi energia, mennyi boldogtalanság mondjuk egy válás. Gondold végig. Tehát mekkora törést okoz az ember életében. Arról nem beszélve, hogy például egy válás esetén, ha van közös gyerek, tök mindegy hány éves, ha kis
gyerekről van szó, nyilván akkor rosszabb a helyzet, tehát még javában nevelendő gyerekről van szó, akkor rosszabb a helyzet, de akkor is gondold végig, hogyha mondjuk egy szülők elválnak, tehát egy házaspár, akinek van közös gyereke, elválnak, és úgy válnak el, hogy már felnőtt a gyerek, felnőtt, sőt az a gyerek nem is ott lakik a környéken, hanem mondjuk 2000 kilométerre, csak most mondtam valamit, érted? Ami azt jelenti, hogy ritkán találkoznak, elválnak a szülők, és azzal, hogy elváltak, létrehoznak egy karmát. Onnantól kezdve sokkal, de sokkal nagyobb esélye lesz annak, hogy a gyereke is ugyanezt fogja csinálni. Érted? Tehát a saját életünkben létre tudunk hozni újabb és újabb karmát a pótcselekvéssel. Érted? Az alkoholizálás pótcselekvés. Valaki elkezd alkoholizálni, avval létrehozol egy karmát a gyerekedben. Még ha felnőtt korodban kezded el az alkoholizálást, akkor is. Érted? Tehát a vér szerinti gyereked genetikailag örökli akkor is, ha már felnőtt, érted? Nem csak akkor öröklünk karmát, amikor mielőtt megszületünk, tehát mikor megszületünk, érted? Hanem később is. Csak az embereknek erről halvány dunsztjuk nincs, halvány lila gőzük sincs erről a témáról. Tehát az ember elkezd helytelen dolgokat csinálni az életében, azzal létrehoz egy karmát, és a gyerek ugyanazt a helytelen dolgokat fogja majd csinálni. Érted? Nem kis, csak kisgyerekről beszélek, hanem ugyanúgy a felnőtt gyerek. Tehát egyszerűen ez, hogy értsétek, a karma, azt tudod micsoda? A karma, tehát az egy olyan élethelyzet, amit, tehát elmondom, jó? Nem érdekel, hogy valakinek magas lesz ez a dolog, amit mondok, az az ő baja. Szóval, lényeg az, hogy amikor az ember leszületik, előtte ugye bevállal dolgokat. De annyit azért érdemes tudni, hogy pontosan kiszámítható, hogy minek mi lesz a következménye. Tehát én ezzel a fejjel már ki tudom számolni, hogy minek mi lesz a következménye. Pedig ez a fej sehol nincs ahhoz, amit a fentiek, az isteneink tudnak. Ami azt jelenti, hogy gondold végig, hogyha én emberként ki tudom számolni, hogy minek mi lesz a következménye, a fentiek mennyire tudják kiszámolni, hogy minek mi lesz a következménye. Tehát amit az előző életed alapján megéltél, kiválasztottatok egy családot, beszülettél, és onnantól kezdve, még előtte, mielőtt beszülettél volna, pontosan el volt tervezve, hogy milyen élethelyzeteket fogsz megélni, és azáltal milyenné válsz, és milyen karmákat fogsz létrehozni. A karmák úgy jönnek létre, hogy előállítják neked azt az élethelyzetet, ami által létrehozol egy karmát. Nem tudom, elég világos voltam-e. Kik állítják elő? A fentiek,
az azt jelenti, hogy az angyalaink segítségével állítják elő, a földi angyalok segítségével állítják elő. Az, hogy te mit hiszel ezekkel kapcsolatban, vagy mit gondolsz, az engem nem érdekel, megmondom őszintén. Én tudom, hogy ezek a dolgok így működnek, te meg azt gondolsz ezekről a dolgokról, amit akarsz. Jó? Tehát lényeg az, hogy azáltal, hogy én tudom, hogy hogy működik az élet, sokkal jobban tudom, hogy mi fog történni a jövőben, mint te. Hidd el. Hidd el. Ezt én bebizonyítottam az elmúlt 30 év során. Oké? Na most lényeg az, te meg feltételezel azt, amit akarsz. Szóval lényeg az, hogy mindent, amit karmát te hozol létre, tehát nem a szüleid hoztak létre, nem te hozol létre, azokat előre tudtad, hogy létre fogod hozni. Érted? Megszületésed előtt. Nem a tested, természetesen, hanem a lelked. Mert ugye a tested az nem örök, a lelked az örök, az halhatatlan. Na most onnantól kezdve, attól, hogy te nem érted az életnek a működését, nem érted az embernek a működését, és elsősorban a lélek működését, attól, és az elme működését, attól, hogy nem érted, attól még ezek léteznek, és megérthetőek, hogyha az ember ilyen dolgokkal foglalkozik. Attól, hogy nem érted, attól még minden tervezett a te saját életedben. Van szabad akarat, de a szabad akaratod az általában nem szolgálja jó értelemben a jövődet. Világos ez? Miért? Mert mi emberek a fentiekhez képest nagyon tudatlanok vagyunk. Sőt, ahhoz képest is nagyon tudatlan vagy, amit a lelked tudott addig, míg az első tehát az első törlés meg nem történt. El nem lett mentve az addigi tudásod. Tehát ami azt jelenti, hogy azóta, mióta törölték az előző életed tudását, azóta minden újraszületés előtt törlik az előző életi tudásodat. Csak ugye itt a Földön viszonylag rövid az élet, amikor nem a Földön voltál, akkor bazi hosszú életet tudtál élni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg előtte soha nem volt tudattörlésed. Most gondold végig, mondjuk van egy 1,5 milliárd éves lelked, és 1,5 milliárd éves lélek időtartam alatt mondjuk éltél a Földön mondjuk 10 000 évet, csak most mondtam valamit. Az a 1,5 milliárd évhez képest milyen kis töredék? Érted? Hát az azt jelenti, hogy még akkor is csak nem 1,5 milliárd éves a tudásod, mert az a 10 000 az egy nagyon kicsi százaléka a 1,5 milliárdnak. Érted? Arról nem is beszélve, ha mondjuk valaki élt mondjuk 200 évet ezen a bolygón, vagy 100 évet ezen a bolygón, azokról nem is beszélve. És előtte meg teljes tudással rendelkezett, mondjuk 1,5 milliárd éven keresztül. Tehát gondold végig, hogy itt vagyunk mi emberek, és semmi halvány lila gőzünk nincs arról, hogy is működtünk azelőtt, mielőtt emberként léteztünk, hogyan működünk azután, amikor már mondjuk nem működnénk emberként, hogyan kell működni itt emberként,
miért vagyunk egyáltalán itt? Tehát most gondold végig, te mit akarsz a saját életeddel? Azt akarod, hogy inkarnálódj, inkarnálódj, inkarnálódj emberi létként? De az a baj, hogy ennek vége 2035-től ide nem lehet tudás nélkül inkarnálódni. Érted? Nem lehet. Lehet másik bolygóra, lesz rá lehetőség, mert kész a bolygó, már születnek oda emberek, érted? Lehet kinn az univerzum szélén, de nem ide. Azok születhetnek ide már, akik azt vállalták be leszületés előtt, hogy bekerülnek az aranykorba. Az aranykor mikor jön létre? Nézzük meg, 2035-re. Nincs olyan messze. Tehát akik ide születtek, az elmúlt, azt mondja, hogy 40-es évektől azok mind azt vállalták be, hogy bekerülnek az aranykorba. Eredendően úgy volt, hogy 2012-re lett volna aranykor évvégére, tehát 2013-tól aranykornak kellett volna lenni, tehát akkor számolj vissza még 22 évet, ugye 35-ből, tehát ami azt jelenti, hogy akik a 40-es évektől születtek, még simán bekerülhettek volna, simán. És gondold végig, hogy kitolták ezt az időt, mert nem valósult meg az aranykor. Meg lett egy világ vége, most egy átmeneti korszakot élünk, meg láthatod is, hogy olyan átmeneti korszakot élünk, mint a húzat. Tehát nem olyan van, mint régen, de még nem olyan, mint ami lesz. Érted? Teljesen más, ami most van. És gyakorlatilag egy olyan világban vagyunk, ahol meg kellene érteni az életünk működését, meg kellene érteni az ember működését, meg kellene érteni azt is, hogy két nagyon fontos dologból állunk. Ha nem lenne a lelkünk, akkor úgy működnénk, mint az állat, szó szerint, az állatnak sincs lelke. Az életenergiát ne keverjük össze a lélekkel. Tehát az emberben is van életenergia természetesen, az állatban is van, de az nem a lélek. A lélek az nem életenergia, hanem az egy intelligens energia. Oké? A lélek egy intelligens energia. Nagy különbség, óriási különbség, és csak az itt a Földön, az emberekben van értelmes energia, a maga a lélek. És ez azt jelenti, hogy meg kellene érteni annak a működését, hogy hogyan kapcsolódik az ember teste a lelkéhez, a lélek a testéhez, hogy mit befolyásol ez a kettő egymásra, milyen befolyással bír, és hogy egyáltalán mit keresünk itt ezen a Földön. Hát fölnézel az égre, amikor tiszta, nem világít a hold, érted, és főleg olyan helyen, ahol nincs fényszennyezés, azt látod, hogy kismillió csillagot látsz. Látsz egy-két bolygót is, amelyik közel van, ugye láthatod a Vénuszt, ugye est hajnal csillag. Tehát egy-két bolygót tudsz látni, az összes, ami ott ragyog, azok nem bolygók. Mondom, egy-kettő az, ami bolygó, hanem azok csillagok. Na most gondold végig, itt is van egy csillag, aztán egy pár bolygó körülveszi ezt a csillagot. Nem is tudom mennyi, 9 vagy hány bolygó van. Tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig, hogy vannak kisebb naprendszerek a világegyetemben, nagyobb naprendszerek, mint a mi naprendszerünk, attól függően, hogy
mekkora a csillag. A mi napunk az viszonylag kicsi. Ezáltal, ugye mivel kicsi, ezáltal kevés a bolygó körülötte. De vannak ennél sokkal nagyobb csillagok, azok közül körül sokkal több, és ugye távolabb is bolygó kering. Tehát gondold végig, a világegyetemben sokszoros az a bolygószám, amit te látsz csillagként fönt az égben. Érted? És ez mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy miért hoznak létre egy naprendszert. Tehát a naprendszernek célja van, hogy miért hozták létre. Tehát most gondold végig, ezen a naprendszeren, ezen az egy naprendszeren négy bolygón volt élet. Négy bolygón. Te azt hiszed, hogy most egy bolygón van élet. Nem, mert három bolygón van élet. Nem bolygón, kettőben van élet. Méghozzá értelmes élet. Tehát most akkor gondold végig, hogy akkor a világegyetemben, hogyha csak itt a naprendszerünkben négy bolygón volt élet, akkor a világegyetemben mennyi élet van? Mennyi élet? Tehát most hogy képzeld el magát a naprendszert? Egy kis tanítás, jó? Úgy képzeld el, mint egy mondjuk olyan települést, amit úgy hívtak, hogy tanyaközpont. Érted? Tehát a tanyaközpontnak az a lényege, hogy tanyák vannak körülötte. És a tanyaközpontban laknak a legtöbben. Érted? Ilyenek a naprendszerek. Érted? Tehát a mi naprendszerünk is ilyen. Nyilván távol, nem sok értelme van annak, hogy éljenek, de ott is van értelmes élet. Tehát eleve ebben a világegyetemben minden csillag és minden bolygó, ami létezik, bolygó, tehát rendes bolygó, nem mesterséges, a mesterséges akkor az más annak a szerepe, tehát rendes bolygó, de ezek mind mesterségesek egyébként, még a csillag is, na szóval, mert létrehozták. Tehát nem maguktól jöttek, nem ősrobbanás, meg ilyesmi. Felejtsd el. Jó? Tehát ezeket felejtsd el. Tehát amit látsz csillagot, az mind létrehozott. Tehát az egy sem maguktól jött létre. A bolygók egy sem maguktól jöttek létre. Azt létrehozták. Jó? Mindegy. De nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy minden bolygónak van egy felügyelő lelke. Egy. Ami azt jelenti, hogy neked akkora a lelked, mint egy borsó. Érted? Na most, egy ilyen felügyelő lélek, az körülbelül akkora, mint egy helikopter. Érted? A lélek annak hatására nő, és annak hatására akkora, amekkora, amennyi tudással rendelkezik. Világos voltam? Tehát gondold végig, minden bolygónak, tehát még a Plutónak is van egy értelmes lelke. Oké? Nem a bolygónak van lelke, hanem ott van egy értelmes lélek, amely magát az egész folyamatot, amin egy bolygóban vagy egy bolygón lezajlik, felügyeli. Világos ez? Itt ennek a Földnek is van ilyen lélek ura, oké? A napnak is van lélek ura. Nem véletlenül mondták a mitológiában, hogy napisten, oké? Mert a szó szerint, tehát egy léleknek nem számít a hőmérséklet.
simán él a napban, érted? A napban, és szabályozza a napnak a működését, világos ez? Tehát jó, ez kis tanítás volt, azt hiszel amit akarsz, nekem aztán tök mindegy mit hiszel, mondom, én tudom amit tudok, mert gondold végig, ezt most miért mondtam? Azért mondtam, hogy tudd, hogy a lelkeknek a világegyetemben mindenütt, mivel értelmes, intelligens energialényekről van szó, küldetésük, feladatuk van. Oké? Attól függően, hogy milyen tudással rendelkeznek. Hát egy borsószemnyi tudással rendelkező lélek a legtöbb esetben azt se tudja, hogy küldetése van. Azt se tudja, hogy feladata van. Én lejöttem azért erre a bolygóra, hogy átadjam a tudást, azért, hogy kikerülhessenek az emberek erről a börtönbolygóról gyakorlatilag. Mert lejárt az ideje a börtönbolygónak, mert az a helyzet, hogy túlságosan közel vagyunk már a központhoz. Pedig gondold végig, a centrifugális erőhatására, centripetális erőhatására, csak ugye ezt jobban értjük, hogy centrifugális erő, centrifugális erőhatására, mert a világegyetemben ugye tudod, minden forog, ezért tudjuk azt, hogy a hold az nem bolygó, mert az nem forog. Oké? Az nem forog. Tehát az űrállomások csinálják pont azt, hogy nem forognak, hanem azt beállítják, és mindig ugyanazt a arcát mutatja az űrállomás a Föld felé. A hold is mindig ugyanazt az arcát mutatja, ami azt jelenti, hogy a világegyetemben nincs olyan bolygó, amelyik nem forog, csak az űrállomások nem forognak. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy forog, ezáltal van egy centrifugális erő, és minden a központtól távolodik. Minden. De ennek ellenére gondold végig, hogy mégis közelebb vagyunk a központhoz, mint az univerzum széléhez. Ami azt jelenti, hogy az energiánk túl negatív hatást gyakorol erre a környékre. És hogy ne gyakoroljon negatív hatást egy olyan környezetre, ahol pozitív hatásnak kell lenni, ezért az emberi lelkeket, akik nem akarnak magas rezgésen élni, azokat kitelepítik a bolygóról. Hogy? Nagyon egyszerű. Úgy, mint eddig. Csak eddig nem kitelepítés volt, hanem vagy a Vénuszra, vagy a Mars, nem, Vénuszba, Marsba mentél, vittek, amikor meghaltál. Oké? És ott töltötted el a létközi állapotot. És utána, amikor újra születtél, akkor visszajöttél a Földre. Na most annyi a különbség, hogy most aki meghalt, és nincs esélye annak, hogy ő továbbfejlődjön és bekerüljön az aranykorba, azt fogják, és már nem ide inkarnálják, hanem oda ki az univerzum szélére. Miért? Hát azért, mert gondold végig, leélt egy saját életet itt a Földön. És a saját életének van egy végeredménye, és közte van egy csomó eredmény. Azok az eredmények vagy pozitívak, de inkább azt mondom, hogy negatívak. Na most, az bement az összesített tudásába, ami annyit jelent, hogy ő nem rendelkezhet a tudásával, mert még nem tanulta meg a különbségtételt a jó és a rossz között. Ezáltal, mivel nem tanulta meg, ugyanán nem születhet ide,
Miért nem születhet ide? Mert ide már csak azok születnek, akik az előző életük alapján megérdemlik, hogy beszülessenek. Érted? Hogy az aranykorba bejussanak. Akik nem akarnak bejutni az aranykorba, mi az aranykor? Egy átmeneti időszak a jelen társadalom és a felső, hogy szoktam kifejezni? Magasabb létforma, igen, a magasabb létforma között. Tehát a magasabb létforma azt jelenti, hogy aki az aranykorba bekerül, az tanulás révén visszakerülhet abba a létformába, amiben jött, amiből jött. Milyen létformából jöttél? Isteni vagy angyali létforma, az angyali létforma is egy isteni létforma. Ebből jöttél, érted? És oda tartunk. Csak nem akarja a teremtő azt, hogy úgy működjünk, mint ami sokszor előfordult a világegyetemben, hogy túlságosan gonoszszá vált egy lélek, és szembefordult a teremtővel. Érted? Mint például Lucifer és csapata. Ezáltal ugye van egy iskola, amit úgy hívnak, hogy Föld. De van egy másik iskola is, jó? Nem a naprendszerünkben. És lényeg az, hogy ezen a Földön éljük meg egy élet során a sok rosszat és a sok jót. Minél több rosszat megéltél, annál jobban örülj. Tényleg. Nem vicc. Azért, mert nem a jobból tanulsz, hanem a rosszból. Illetve kellene, hogy tanulj. Ha nem tanulsz, hát az a te személyes szociális problémád, nyilvánvaló, de abból kellene tanulni. Mert minden értünk van, a jó is, meg a rossz is, azt gondolod, hogy nem. Pedig ez így van. Minden értünk van, a jó is, meg a rossz is. És lényeg az, hogy tanuljunk, hogy megéljünk dolgokat, és tudjunk határozott különbséget tenni a helyes cselekvés és a helytelen cselekvés között. Érted? És soha ne akarjunk majd odafönt, a fenti létformába olyat tenni, ami mondjuk nem a többség érdeke. Érted? Csak most mondtam egy példát az etikai szabályokból. Tehát ugye én fönt is isteni létformában is tanítottam, most is tanítok. Nem véletlenül kapom az információkat, mert ugye én ugyanúgy beleőrültem volna abba, mint ahogy te is beleőrültél volna, hogy az előző életi tudásunkkal be kellett születni egy testbe. Hát ezért, hogy ne örüljünk bele, ugye elmentették a tudásunkat. De ez azt jelenti, hogy ha kikerülünk és felkerülünk a fenti létformába, tehát kikerülünk az emberi létformából, és felkerülünk a fenti létformába, akkor visszakapunk minden előző életi tudást. Érted? És ugye miért kell egy átmeneti korszak? Miért? Hát nézz körül. Hány a környezetedben? Hány ember ismerőseid körében? Hány ember tanul az élet és az ember működéséről? Hány? Ha szerintem egy kezeden meg tudod számolni. Érted? Pedig egy átlag embernek van kb. 150 ismerőse. Körülbelül. És mondom, egy kezeden meg tudod számolni. Jó esetben. Tehát jó esetben. Tehát eleve egy olyan társadalom van most itt ebben a nyugati társadalomban, hogy a 4% nyitott. A 4. És abból a 4%-ból se tanul mindenki. Van, aki megelégszik azzal, hogy böngészi az interneten a különböző YouTube-os, akár vagy egyéb videós dolgokat, érted? És nem tudja eldönteni, hogy melyik a valós információ és melyik a valótlan.
Tehát például az imént, amikor beszéltem arról, hogy elválik valaki, és neki van egy felnőtt gyerek, aki a távol él, és utána létrehoz benne egy karmát, érted? Ez nem csak egy információ, hanem ezt elég meggyőződtem, tudom, hogy így van. Érted? Tehát tudom, hogy így van. Tehát lényeg az, hogy az ember él, és az emberek jó része az azt gondolja, hogy ilyen pótcselekvésekkel el lehet rendezni ezt az életet. Tehát most gondold végig, mit tudom én, ha az ember pótcselekvéseket csinál, akkor tönkre teszi avval a saját életét, meg mások életét. De a földi létünk nem erről szólna, hogy tönkre tegyük mások életét. Hát ezért jöttünk le, hogy tanuljunk arról, hogy ne tegyük tönkre az emberek életét, illetve más életeket, érted? Ne tegyük tönkre. Tehát itt vagyunk ezen a bolygón, és fogalmunk nincs arról, hogy miért is vagyunk itt. Én nekem van, és tanítom. Most gondold végig, ha ilyenekről beszélek mondjuk itt az első részben, díjmentesen, akkor vajon mit tanulhatnál a második részbe? Nagyon kedvezményes áron. Mennyi az a nagyon kedvezményes ár? Ma beszéltünk valakivel, akinek van egy kisgyereke. Ugye mi ez a többes szám? Ugye a feleségem, illetve nem is én beszéltem, hanem a feleségem beszélt. Egy házas párral, akinek van egy kisgyereke, egy ilyen pár éves. És ugye van egy olyan lehetőség, hogy beírassák angol tanfolyamra. Ugye ilyen pár éves gyerek az nagyon könnyen tanul. Tehát én 7 éves koromban kezdtem el németet tanulni, sokkal hatékonyabb volt a német tanulásom, sajnos csak vagy 1-2 évet tanultam, sokkal hatékonyabb volt, mint utána bármikor. Na most gondold végig, ha mondjuk van egy 2 éves vagy 3 éves gyerek, annak még hatékonyabb egy nyelvtanulás. De tudod mennyi óránként? 3500 forint. Érted? És te itt tanulhatsz óránként 330 forintért. Érted? És nem egy elnyomó nyelvet, mert a legnagyobb elnyomók a Földön 200 éve az angol. Érted? Hanem az élet és az ember működéséről. Érted? Tehát az angol társadalom a legnagyobb elnyomó 200 éve. Tehát egy más társadalom, a német ahhoz képest kutyafüle. A német nem pusztított el több 10 millió indiánt, érted? Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, van 30 óra képzésünk, 330 forint óránként, 9800 forintra jön ki egyébként a havi tandíj, ettől eltér az első hónap, akkor az 660 forintra jön ki óránként, az azt jelenti, hogy 19700 forint, ez egy kedvezményes tandíj, ez most ennyi, még egy kis ideig, és utána ugye megint több lesz. És tanulhatsz az élet és az ember működéséről, és tudod, mit látok? Azt, hogy akik tanulnak az ember és az élet működéséről, elkezdik jobban irányítani az életüket. Érted? Hát, ha használják a tudást, persze. Hát, mert ha valaki nem használja, akkor mitől javulna meg az élete? Tehát elkezdik az életüket jobban élni. És ezt sorba mondják az emberek. Tehát sorba. Egytől egyik. Akik használják természetesen. És ugye nem csak ezt tudjuk megoldani, azért gondold végig. Az én vezetésemmel voltunk 3 területen piacvezetők. Ezen a területen, amin vagyunk,
két területen is piacvezetők vagyunk már. Egy szervezet, két területen piacvezető. Egy. A legnagyobb spirituális közösség Magyarországon. Oké? A közösség az, amelyiknek van közös célja, és az emberek összejárnak. Oké? Közös cél. Kettő, mi tanítjuk a legtöbb coachot. Összességében is már mi tanítottuk a legtöbb coachot, meg havi szinten is mi tanítjuk a legtöbb coachot. Érted? Tehát elértünk elég jelentős eredményeket, ugye az én vezetésem alatt. Ami annyit jelent, hogy egy olyan közösség, ahol az emberek, mint hallottad, rendszeresen összejárnak. És folyamatosan nő a közösség lélekszáma. Oké? Miért? Hát azért, mert sehol máshol nem kapsz ennyi, vagy ilyen ismeretet az élet és az ember működéséről, mint nálunk. Sehol máshol. Lehet keresgélni nyugodtan, de egy helyen, hogy ezt a tudást nem kapod meg, az hold biztos. Oké? És azért gondold végig, ennyi pénzért egy két éves nem tanítanak. Érted? Sőt, tízszereséért tanítják a két évest. Érted? Tízszereséért. De hogyha te azt gondolod, hogy neked nem kell fejlődni, mert vannak ilyen emberek, akik azt gondolják, hogy nekik nem kell fejlődni, ők mindent tudnak. Hát még én sem vagyok minden tudom, meg nem is leszek. Hát most gondold végig, akkor hogyha én sem vagyok az, meg nem is leszek, akkor vajon mások mennyire lehetnek? És akkor elmondják, hogy itt ők mindent tudnak. De jó neked, és hány embernek adtad át már a tudásodat, akkor úgy megkérdezném. Mert én már az életemben több tízezer embernek adtam át a tudásomat. Érted? Több tízezer embernek. Összességében. Azért úgy megkérdezném, hogy tőle, hogy aki ilyen nagy okos, hogy ő mennyinek adta át. Jó, tehát itt van egy lehetőség, ahol jól érezheted magad, ahol együtt lehetsz olyan emberekkel, akik szintén fejlődni akarnak, és be akarnak kerülni az aranykorba, hogy fejlődjünk tovább az aranykorban elnyomásmentesen. Érted? Egy olyan társadalmi forma, ahol az elnyomók nem kerülnek be. De addig sajnos meg kell élni az elnyomást. És ugye egy kérdés van, hogy mennyire próbálod az életedben akadályát szabni annak, hogy rád mennyire vonatkozzanak az elnyomások, amik vannak. Mert ugye az elmúlt három évben azért rendesen volt elnyomás Európában, gondold végig, hogy voltak, akik ki sem mozdultak hetekig a lakásukból, stb. Stb. Tehát ki sem mertek mozdulni. Gondold végig. Tehát ugye ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, a szabadság egy értelmes energialénynek, ugye a lelkünknek, az kulcskérdés. Miért? Hát a lélek az szabadnak született. Tudod mennyire? Hogy olyan sebességgel tudna a lelket közlekedni, ha nem lenne testbe zárva, és ki tudná belőle lépni, és nem lennénk bebékjózva a bolygóra, hogy azt gondolt, hogy ránézel arra a csillagra, és a következő pillanatban ott tudnál lenni. Érted? Ilyen sebességgel tud közlekedni a lélek a világegyetemben. Akkor gondold végig, az mennyire szabad. És ahhoz képest te mennyire vagy szabad. Tehát egy lélek számára nincs olyan, hogy egy anyagon például nem tud átmenni. Nincs ilyen. Érted? Tehát nem létezik. Tehát nem létezik olyan valami, ami nem tud áthaladni.
Érted? És a lélek, hogy érts még a lélek működését, neki nincs olyan, hogy ne tudjon befogadni bármennyi tudást. Érted? Itt nem az a kérdés, hogy a lélek mennyi tudást tud befogadni, hanem az a kérdés, hogy mit tesz avval a tudással. Mert ha megnézed, itt a Földön is sok minden fejlődött és sok tudás lett, és az emberek a tudással alapvetően nem éltek, hanem visszaéltek. Oké? És ha egy lélek nem tud különbséget tenni a helyes és a helytelen között, határozott különbséget, akkor beleesik abba a csapdába, hogy nem él a tudással, hanem visszaél a tudással. Hát emberek ezreit, tízezreit, mondhatjuk azt, csak itt Magyarországon szinte százezreit tanítottak olyan dolgokra, amihez előtte etikát kellett volna az embereknek tanulniuk, hogy ne éljenek vissza azokkal az információkkal, amit ott tanítottak nekik. Érted? És eszükbe nem jutott az előadóknak, hogy előtte etikát tanítsanak. Mert hát kellett nekik pénz. No hát, ha jössz tanulni, akkor jó helyen vagy. Ha nem jössz tanulni, akkor az a te dolgod. Oké. De hát nyilván azért vagy itt, azért hallasz engem, az se véletlen, hogy ugye hallasz, vagy látsz. Megszervezték a lentiek, hogy kapj egy lehetőséget arra, hogy megismerkedj az információ, kezdeti információval. És itt egy dolog van, szabad akarat, te döntésed, hogy itt fogsz-e tanulni, vagy nem, ez a szabad akarat. Csak ugye a rossz döntéseknek mindig sosincs, inkább úgy mondom, sosincs pozitív következménye. Tehát a rossz döntéseknek sosincs pozitív, igen, pozitív következménye, csak negatív. Jó, tehát várunk szeretettel, lesz most egy 30 perc szünetünk, utána önbizalomteremtő coachképzésünk van, illetve lesz annak a folytatása. Az azt jelenti, hogy a coach a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Tehát ember és életjobbító. Jó, ezt jelenti. És ugye azok, akik itt tanulnak, ráadásul még egy-egy szemeszter elvégzésekor bizonyítványt kapnak, majd a szemeszterek elvégzésekor diplomát is kapnak erről. De nem akkreditált képzés, mert ha akkreditált lenne, akkor megmondanák, hogy mit tartsak, vagy mit ne tartsak képzést. Oké? Így meg azt tartok, amit én akarok. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!